Kondzs Zsófia köszöntötte a megjelenteket, majd részletezte, a Volánbusz kollégáival az elmúlt időszakban az ország különböző részein találkozott, mert mindig voltak olyan eredményes projektek, aminek közösen tudtak örülni. Külön boldogság számára, hogy erre az újításra szerencsén is sor került. Ez a fejlesztés nem is akármilyen mértékű a Volánbusz életében, hiszen decemberben egy sikeres közbeszerzés eredményeként 47 alacsonypadlós csuklóbusz szerezte be, ebből 32 Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyébe érkezik. Ez egy nagyon fontos dolog, amiért köszönettel tartozunk. Ebből az egyik busz a Szerencsi telephelyre érkezik, ez a térség szempontjából nagyon fontos az itt élő lakosságnak, lakóknak, ez egy előremutató üzenet. A magyar kormány számára a károsanyag kibocsátás csökkentése egy fontos célkitűzés, ebben az ügyben nagy előrelépések vannak. 2010 óta egyegységnyi GDP-t 27%-kal kevesebb üveghasználatású gáz keletkezésével tudunk előállítani, ami egy fontos dolog, a gazdasági teljesítmény folyamatosan fejlődik, az ipari teljesítmény is több, mint 50%-kal nőtt 2010-hez képest, és eközben a károsanyag kibocsátást tudjuk csökkenteni. Ez fontos a közlekedés szempontjából is. Elindult egy zöld busz program, ahol elektromos buszokat helyeznek el a városi közlekedésben, 25 ezer fő feletti településeken, ezeknek az átadására már sor került. A károsanyag kibocsátást úgy is lehet mérsékelni, hogy a régi járműparkot cserélik ki új járműre, a közösségi közlekedés népszerűsítéséhez ez is hozzájárul. A modern autóbusz Szerencs és Tokaj között segíti majd a helyközi közlekedést, légkondicionálóval, kamerarendszerrel, fedélzeti utastájékoztatóval, utasszámláló rendszerrel, speciális rámpával az akadálymentes felszállás érdekében és USB töltőponttal rendelkezik. Ezen a választókerületen kívül még Bőcs, Onga és Hernád Német is érintett, ott is új buszok fognak közlekedni. Ugye ez tényleg egy nagy volumenű beruházás, amire sor került. Országosan a Volánbusz az nagyjából 47 ilyen csuklós buszt szerzett be, amiből 32 a mi megyénkbe, vármegyénkbe került, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos előrelépés, hiszen ezek a csuklós buszok tényleg nagyon korszerűek. Szerintem nagyon jó azoknak is, akik ezeket a buszokat vezetik, illetve hát az utasoknak is, hiszen sokkal komfortosabban érzik magukat, és itt mindent el kell képzelni, hogy itt tényleg légkondicionált ez a busz, van benne mobiltelefontartó, töltő, rámpa, utasszámláló, utastájékoztató, tehát tényleg azt gondolom, hogy a kényelem szempontjából minden adott, kamerarendszer, tehát hogy tényleg minden van benne, ami egy ilyen buszon kell, hogy legyen, ami korszerű. És ebből egyébként ugye itt a Szerencsi telephelyen is egy ilyen csuklós busz elhelyezésre került. Ez konkrétan Szerencs és Tokaj között közlekedik, és az útvonalát tekintve ez itt a Takta közön átmegy. Tehát Szerencs, Prügy, Taktakenész, Taktabáj, Csobaj, Tiszatardos, Tiszaladány, Tokaj, ez egy kör, és azért azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban az úthálózat fejlesztés az egy óriási előrelépés, az, hogy a csuklós buszok ezeken az utakon tudnak közlekedni, ez nagyon fontos, mert ott a Takta közben Szerencs és Tokaj között 32 kilométert újítottunk fel, és ki is próbáltuk ezt a buszt, és tényleg azt gondolom, hogy ott Prügyig mentünk el, nagyon-nagyon jó úton tudtunk közlekedni, úgyhogy ez így összefügg, hogy egy ilyen korszerű buszállomány van itt a vármegyénken belül, ebből Szerencs és a térsége is tud profitálni, és ehhez pedig jó utak kellenek, úgyhogy szerintem minden szempontból vannak előrelépések, és hát azért ez pedig a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez is hozzájárul, hiszen ezek az új buszok tényleg a lehető legkevesebb károsanyag kibocsátással járnak, és azt gondolom, hogy mindig a régi járműparknak az újra cserélése az ilyen tekintetben is, a fenntarthatóság, környezettudatosság és az üzemeltetés szempontjából is nagyon fontos előrelépés, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy ezt próbálja ki. Egyébként az új vármegyebérlet, országbérlet keretein belül is természetesen ezt a buszt majd lehet használni, és emellett itt van még a Tokaj busz, ami szintén a szerencsieket is érinti, hiszen a Szerencs és a Tokaji vasútállomás között közlekedik, úgyhogy a közösségi közlekedés tekintetében szerintem vannak ilyen előrelépések, amúgy itt vagyunk a felújított Szerencsi vasútállomás
mellett, úgyhogy ennek is azt gondolom, hogy örül az ember, illetve hát az IC járatok száma is bővült. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki az úton közlekedik autóval, annak is jó hír, mind a 37-es, mind egyéb útfelújítások, és ezek a fejlesztések pedig azoknak, akik a közösségi közlekedést választják, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek nagyon örülni kell. A miskolci telephelyre érkezett természetesen a legtöbb ilyen csuklós busz, azt hiszem 25 darab, és abból több útvonal is érinti a választókerületet, itt miskolci kiinduló ponttal Bőcs, Herner, Németi és Onga is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket a csuklós buszokat egyébként nyilván nem csak itt a Szerencs és térségében lehet majd látni, hanem itt a választókerület más részein is, úgyhogy abban bízom, hogy nagyon sokan ki fogják próbálni. Ezt most lehetett hallani a mai nap, hogy 1.200.000 személy vásárolt már ilyen vármegye és ország bérletet, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres konstrukció, hiszen nagyon kedvezményes áron tudják használni, illetve itt most csak azért emelném ki a Tokajbusz, mert azért az fontos, hogy nem csak a turizmus szempontjából jó ez nekünk, ez egyedi konstrukció, mármint maga a Tokajbusz, ami pedig a Tokajhegyei magterületen jár körbe, egyébként Szerencset, Ondot is érintve, az itt élőknek is, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon jó áron lehet egyszerűen eljutni egyik településről a másikra az érintett települések közül, úgyhogy szerintem az elmúlt időszakban tényleg igyekeztünk nagyon sokat tenni azért, hogy a közösségi közlekedést minél jobban terjesszük, és minél több lehetőséget biztosítsunk azoknak, akik ezzel szeretnének élni. Szerencsváros polgármestere Nyíri Tibor beszédében elhangzott, ez egy ikonikus hely, minden szerencsének, hiszen sokan indultak innen útnak. Ez a mai átadás nagyszerű dolog, hiszen az új autóbusz minden igényt kielégít. Fantasztikus az utóbbi idők fejlesztése, kézzelfogható és érzékelhető. Így 60 év távlatából visszatekintve mind az úthálózat, mind a közlekedés, a mai embernek egyik legfontosabb a közlekedés, hogy gyorsan, pontosan, kényelmesen és biztonságosan eljusson oda, ahová akar. Az úthálózat, ami fejlődött, egy fantasztikus dolog. A Szerencsi vasútállomás is jelentős változáson ment keresztül, a küldetés pedig az, hogy a lakosság igényeit minden szempontból kielégítsék. Köszönjük, hogy a mai napon ezzel a csodálatos busszal gazdagodhatott a térség. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy hallottuk itt miniszterhelyettes asszonytól, 35 darab kerül Borsod-Abaúj-Zemplénbe, és azért saját pátriánkba ugye gyakran járunk, és tehát nem csak egy busz, hanem ez egy elég nagy szám ahhoz képest, hogy a megye útjain ez elég nagy útvonalat fed le. Persze legjobban annak örülünk, ami Szerencs környékét köti össze. Abszolút hallottuk, hogy magyar gyártmány, magyar fejlesztés, mindenféle olyan szolgáltatással, ami a 21. században szükséges, ami a utasoknak gyors, balesetmentes célba juttatását szolgálja. Ezt örömmel hallottuk, és vettünk részt egy ilyen avatáson, hogy Szerencsen is közlekedik egy ilyen. Sokszor elmondtam az imént, hogy megélve ezt az elmúlt 50-55 évben, és gyakorlatilag végigkövetve a legegyszerűbb busztól, ami a 60-as évek elejére tudok vissza emlékezni, hogy akkor milyen buszok jártak, és mindig örültünk az új busznak. Én is bejártam Szerencsre, és nagyon örültünk, amikor megjelent egy új busz, mert az a kényelmet, a fejlődést jelenti, és én úgy gondolom, hogy ez mindegyiket jelenti ez a busz átadása. Hál' Istennek útjaink is vannak, mert a busz az önmagába kevés, szükségeltetik a jó minőségű út, és ebből a közutakon látjuk, hogy egyre több van, mind a magasabb számú utak, mind a alsóbrendű utak is, akár itt gondolok a Takta közre, ahol konkrétan ez a busz fog közlekedni. Remélhetőleg egyszerre sok embert kényelmesen, balesetmentesen, környezetbarát módon hallottuk, hogy kisebb a súlya, kisebb a fogyasztása, mindenféle extrákkal felszerelve kismamákra, mozgáskorlátozottakra és mindenkire gondolva, úgy gondolom, hogy ez öröm, aki felszáll erre a buszra is közlekedni fog. Tehát a Brügy, Taktabáj, Csabaj, Tardos, Tiszaladány,
Tisza Tarkos, azt hiszem még, ami útba esik, vagy ha kihagytam azt a települést, és Tokaj között fog ez a járat járni, és ha jól tudom, lesz egy másik, vagy ez, ami a Vámos Újfalú ég, Tokaj, Bodrogkeresztúr, Szegi és Vámos Újfaluig fog közlekedni. Tehát ez az a két útvonal, ahol naponta többször meg fog fordulni ez a busz. Németh Tamás volánbusz általános vezérigazgató helyettese hozzátette, a beruházás keretében Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében 39 buszt adtak át a helyközi közlekedésnek, ebből 32 jármű Credo Next 18 típusú autóbusz, illetve 5 darab Credo busz Econel 12 szóló autóbusz, valamint 2 darab Volvo típusú busz. A Credo magyar székhelyű gyárban készül, Győrben magyar mérnökök fejlesztették ki. Országos szinten 47 darab ilyen autóbusz szerezte be, ez egy teljesen új konstrukció, ebből 32 darab Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye útjain fog közlekedni. Magában a megyében a helyközi közlekedést 401 darab autóbusszal látják el, ebből 44 darab csuklós busz. A csuklós autóbuszpark 70%-a megújul a beruházás által, mely a környezetvédelem szempontjából kiemelkedő. Az új típusú autóbuszok közel 3 tonnával kevesebbet nyomnak, mint régebbi társaik, így az üzemanyag felhasználásuk is jóval kedvezőbb. Ez egy rendkívül előremutató és hasznos beruházás volt, melynek összértéke 3,8 milliárd forint, és ezúton is köszönik a támogatást. Reményeik szerint a jövő héttől már az utasok szolgálatába állnak az új járművek.